Szia, Sósdájt vagyok, vállalkozó, befektető és üzleti mentor. A mai videóban arról fogok beszélni, hogy hogy tudsz megkeresni minimum 1 millió forintot egy hónapban, mert nagyon-nagyon egyszerű, sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Akár vállalkozó vagy, akár alkalmazott vagy, mind a kettőre fogok mondani megoldást. Úgyhogy, ha ez érdekel, akkor nézd kérlek tovább a videót, és ha tetszik, akkor nyomj egy lájkot, meg kommentelj, Kérdez bármit, nagyon szívesen válaszolok rá, vagy írd oda a véleményedet, arra is nagyon szívesen reagálok. Akkor is, ha negatív, nyugodtan írd oda. Na, és vágjunk is bele. Szóval 1 millió forint. Miért pont 1 millió forint? Igazából lényegtelen. Mert azt gondolom, hogy az egy olyan szint már, hogy egy hónapban valaki 1 millió forintot keres, amivel ebben az országban már viszonylag jól lehet élni. Azt gondolom. Plusz ez tényleg nagyon egyszerű. Tehát nagyon sokan túl bonyolítják, de elképesztően egyszerű. Most megfordítom, és nem a vállalkozóval kezdem, kezdem mondjuk az alkalmazottal. Alkalmazottként hogy tudsz minimum 1 millió forintot megkeresni egy hónapban? persze lesz benne egy kis csavar, de nézzük meg. Szóval alkalmazottként, akár vezető vagy, akár nem vezető vagy, ugyanúgy ez a szabály, ez mindenféleképpen működik. Ha nem működik, akkor máshova kell menned dolgozni. Szóval adj több értéket. Nagyon egyszerű. Sokkal magasabb értékű munkát kell letenned az asztalra ahhoz, hogy magasabb fizetést tudja kérni ugye a főnöködtől, a vezetőttől. Először dolgoz keményebben, először sokkal több eredményt, pozitív eredményt nyilván, hozz ugye a cégnek, ahol dolgozol, és utána ülj le a főnököddel, és mondd el neki, vagy vezetőddel, hogy látta, hogy az utóbbi két-három hónapban te hogy dolgoztál? Szeretnéd, hogyha ezt honorálnál. De ha gondolod, meg is fordíthatod. Ülj le vele előre, és kérdezd meg tőle, hogy mi kell ahhoz, hogy kétszer ennyi fizetésed legyen. Mi kell ahhoz, hogy háromszor ennyi fizetésed legyen. Mi kell ahhoz, hogy négyszer ennyi fizetésed legyen. Vagy mi lenne, ha jutalékot kapnál azok után, a dolgok után, amik rajtad a te munkádon keresztül kerülnek mondjuk értékesítésre, eladásra. És mindenhol kerül értékesítésre, eladásra valami, hiszen minden cég nyilvánvalóan abból él, hogy elad bizonyos dolgokat, lényegtelen, hogy szolgáltatást vagy terméket. Szóval mi lenne, hogyha kapnál érte utána jutalékot? Vagy mi lenne, ha te értékesítenéd? Mi lenne, hogyha megpróbálnád magad értékesítőként? Kipróbálnád magad? Szóval nézd meg, hogy a saját területeden, ahol dolgozol, hogy tudsz sokkal nagyobb értéket teremteni, és sokkal nagyobb eredményt letenni az asztalra mindenféleképpen akár előtte, akár utána beszélj a vezetőddel erről, hogy 50%-kal magasabb fizetés szeretnél, dupla annyi fizetés szeretnél, háromszor, négyszer annyit szeretnél, mit kell tenned hozzá. Jó, ha pedig már azt gondolod, hogy megtetted, akkor most azonnal holnap ülj le vele, és mondd el neki, hogy több pénzt szeretnél. Miért? Azért, mert minőségi munkát teszel le az asztalra, értéket adsz nekik, és szeretnéd, hogyha ez honorálva lenne. Következő a side hustle. Én nagyon azt javaslom, hogy alkalmazotti lét mellett nyugodtan kezdje el valamilyen kis apró vállalkozást, akár egy network marketinget, hogyha szeretsz bizonyos krémeket, kenceficéket, vagy vitaminokat, vagy mit tudom, micsodát, és szerinted az jó cucc, akkor nyugodtan ajánd az ismerőseidnek, és keres belőle pénzt. És mi van akkor, hogyha ebből egy hónapban egy olyan szép passzív jövedelem tud felépülni, amiből több százezret, vagy akár több milliót keresel? Nem tudhatod. De a fontos az az, hogy ne görcsölve, ne direktből, ne azért csináld, mert, 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 úristen, hanem élvezetből, valami olyat kezdj el, amit szívesen csinálsz. Ez a kulcsa egyébként az egésznek, mert akkor fogod hobbinak érezni, és akkor nem fogsz belegebedni és feszült lenni tőle, és nem fogod mókuskeréknek érezni, és ez a munkádra egyébként ugyanígy igaz. Tehát valamit kezdj el, lehet ez egy webshop, lehet ez, nem tudom, az előző videóban pont azt mondtam, hogy tetoválni elkezdhetsz, vagy nem tudom már az mennyi idő amúgy azt megtanulni, de biztos kell hozzá azért kézügyesség, ami nekem pont nincs sajnos, én nem tudok rajzolni, sose tudtam. Szóval bármit, amihez kedved van, lehet valami sport is, amiből pénzt keresel, lehet bíró, vagy mit tudom én micsoda, tehát, hogy keres olyan lehetőségeket, amit az alkalmazotti munkád mellett szívesen csinálsz. Lehet, hogy csak napi 1-2-3 óra munkában, de szívesen csinálod. Menj el riksázni. Én is riksáztam, van is egy sem kiadom neked nagyon szívesen. Az a három bicikli, turistákat tudsz vele hordani, meg embereket ából bébe, és elkérsz a pénzt. Lábad is dolgozik, kicsit sportolsz, kint vagy a friss levegőn, mellette meg tök jó pénzt keresel. Akár több, több mint egy milliót is lehet vele amúgy egy hónapba keresni, ami azért nem rossz. Szóval én azt gondolom, hogy alkalmazottként is nem kell elvetni azt, hogy te mellette elkezdj valamit csinálni, de ami a legfontosabb, hogy nagyobb értéket teremts a munkahelyeden. És hogyha a munkahelyed ezt nem akarja elismerni, menj el máshova. Nem kell ott maradnod. Hidd el, nem az az egyetlen egy opció van. Annyian vannak bele fásulva abba a munkahelybe, vagy abba az állásba, amit nem szeretnek, hogy az elképesztő. Én nem értem, hogy tudják ezt emberek csinálni. Nagyon érdekes, pont most ugye ezzel a hülye balesetemmel, ugye a lábam is tök jól néz ki, nem tudom mennyire látszik, ugye ezzel a motor amit sikerült tájföldön puketen összeszedni. Voltam most párszor ugye itthon a sürgősségén, és egyszerűen el voltam képedve, hogy Úristen, hogy tudnak itt dolgozni emberek? Jézusom! Olyan körülmények vannak, az összes kórházban kb., hogy nincs az a pénz, amiért ott dolgoznék, vicc nélkül. Ha azt mondanák, hogy tessék, Dávid, itt van havi 10 millió forint, azt mondanám, hogy Úristen, biztos, hogy nem. Tehát el se gondolkodnék rajta. Nem értem, és ezt halál komolyan mondom. Nem értem, hogy, hogy hogy képesek ilyen körülmények között ennyire alacsony, alacsony rezgés szinten és ennyire rossz hangulatban és ennyire csúnya helyeken dolgozni az emberek. Nem értem és le a persze előttük, mert életeket mentenek, meg segítenek, nekem is segítettek és vannak akik ezt humorosan és jókedvel és mosolyogva tudják csinálni, persze sajnos ez nagyon kicsi százalékuk, nem véletlenül hiszen általában aki ennyire pozitív és optimista, az nem ilyen helyen dolgozik. Sajnos itt azért nyilvánvalóan van egy összefüggés, de hogy nem akarok senkit leszólni, aki az egészségügyben dolgozik, mert nekem is nagyon jó orvos barátaim vannak, és mondom, hálás vagyok nekik és le leakalappal előttük, de úristen én nem tudnám csinálni. Semmi pénzért nem tudnám csinálni. És nem értem, hogy emberek hogy tudják csinálni. Szóval, és ez, Abszolút nem megítélése senkinek, aki ott dolgozik. Egyszerűen azt mondom, hogy én nem tudnám csinálni. És úgy jött ugye ez az egész fel, hogy, hogy ha olyan munkahelyed van, amit nem szeretsz, nem érzed ott jól magad, a környezetet sem, az embereket sem, vagy bármelyiket nem, menj el, változtas, nem kell ott lenned. Biztos vagyok benne, hogy találsz valami jobbat. Hétszentség ha nem ebben az országban, akkor menj az országból is. Nem vagy ide láncolva. Szóval, és igen, tudom, család, meg barátok, meg mit tudom, micsoda, értem, nem akarok most belemenni abba, hogy mindenhol össze lehet szedni egyébként olyan embereket, akik szeretnek, és te is szereted őket, értem meg hogy haza lehet utazni egyébként repülővel mindenhonnan azért pikpak, tájföldről is igaz, hogy 33 órát repültünk, de lehetett volna ez 20 is. Szóval a lényeg, hogy én azt gondolom a mai világban, hogyha te másik országba költözöd azért, hogy boldogabb legyél és jobban élj és jobb munkahelyed legyen, én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon könnyű történet, nem olyan nehéz, mint régen. Úgyhogy ez is opció. Na de vállalkozóként mi van, hogyha vállalkozóként nem keresel még havi 1 nem értem, hogy hogyan, mert vállalkozóként meg tényleg hip-hop-el lehet ezt az összeget érni, de erre is mondok egy pár tippet. Az egyik az az, és ebben megint nem volt semmi, sokan azt hiszik ilyenkor, hogy, hogy az ítélkezés, ebben megint semmi ítélkezés nem volt, egyszerűen szeretném azt a azt a mintát átadni, azt szeretném, hogy az legyen a fejedben, hogy ez nagyon könnyű, tényleg nagyon könnyű, mert ha ez lesz a fejedben, akkor így meg tudod csinálni, és nem valami távoli dolognak érzed, ami megközelíthetetlen. Jó, szóval nagyon könnyű, te is meg tudod csinálni, bárki meg tudja csinálni, vállalkozóként azt, hogy minimum egy millió forintot keres egy hónapban. Én azt gondolom, hogy ezen nagyjából két fő út van, az egyik az az, hogy prémium szolgáltatást, meg prémium termékeket alakítasz ki, azaz magas áron, nagyon magas minőséget adsz el, nyilván minőségű, vagy minőségi ügyfeleknek. Tehát becélzod azokat az embereket, akiknek van pénzük, és elképesztően jó minőségű szolgáltatás, vagy terméket gyártasz nekik. Ez lehet, lehet bármi. Tehát, hogyha te nem tudom, kócs vagy, akkor másfél millióért is kócsolhatsz egy embert, nem kell 100 000 forintért lehet ez egy 10 alkalmas, 20 alkalmas csomag, amit eladsz, és telerakva mindenféle oktatási anyaggal, meg mit tudom, milyen konzultációkkal, meg, meg, nem tudom, milyen lehetőséggel elmész a cégét, egy napot ott töltesz, megnézed, elmondod, hogy az nem jó, az nem jó, az nem jó, így meg úgy kéne helyette, bár ez már nem coaching, hanem ez már inkább tanácsadás. Na de a lényeg, hogy keressen megoldást, hogy hogyan. Prémium csomagok, prémium minőségi ügyfeleknek óriási érték magas áron. Ez az egyik, szerintem az egyik legjobban működő és legkönnyebb megoldás. A másik az az, hogy azt mondod, hogy te inkább a tömegre lősz, és könyvet, online képzést, tagságot, bármi olyan minimális összegbe kerülő terméket, kvázi egy belépő terméket hozol létre, például egy 5000 forintos könyvet, vagy, 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 vagy egy 10.000 forintos online képzés, de lehet az is 3000 forint, vagy egy 1000 forintos tagságot, ami egy hónapban 1000 forint, de hogyha benne van 1000 ember, akkor már elérted ugye az 1 millió forintot. Szóval én azt gondolom, hogy ez is egy tök jó út, meg ebből nagyon jó passzívat lehet egyébként kialakítani, mert itt már nem feltétlenül az idődet adod el, ugye bár azért az adott összegért, tehát nem az van, hogy beárazod az idődet, hanem az van, hogy elkészítesz egy terméket, utána azt pedig értékesíted megfelelő értékesítési csatornákon keresztül, és lehet, hogy amikor alszol, akkor is megvásárolják, és akkor is folyik be a pénz. Én azt gondolom, amúgy, hogy ezt a kettőt természetesen párhuzamosan érdemes csinálni, hogy legyenek ilyen online termékeid, legyenek passzív bevételi forrásaid, és legyenek prémium minőségű termékeid, szolgáltatásaid, amit ugye nyilván magasabb áron fogsz, jóval magasabb áron fogsz ö, értékesíteni. Hiszen lesznek olyan emberek, akik meg fogják vásárolni ezeket a pici termékeket, találnak benne értéket, jó az nekik, épp átsegíti azon őket, ahol éppen vannak, vagy amire megoldást szeretnének, meg lesznek olyanok, akik persze sokkal jobban elköteleződnek, szívesen odaadnak nagyobb összeget, de ők meg sokkal értékesebb terméket szeretnének. Úgyhogy vállalkozóként én azt gondolom, hogy ez a kettő a fő út, de ott van még az is, hogy érdemes befektetővé válni. Ez mit jelent? Érdemes valami olyan területet kinézned, ez lehet kriptó például, de lehet bármi más is, ahol ahol ha befekteted a pénzedet, lehet persze ingatlan, bármi, akkor egy bizonyos passzív tud belőle jönni egy hónapban. Nyilván, ha kiadsz egy ingatlant, az is lehet, hogyha sztékeled, a kriptóidat, ha nem tudod, az mit jelent, akkor ezt mondjuk ilyen lekötésnek tudnám nevezni magyarul. Tehát vásárolsz mondjuk bitcoint, azt te lekötöd, és azért kapsz éves szinten, mit tudom, most mennyi, van éppen, de mondjuk 10-15% kamatot, amit amúgy bitcoinban kapsz. És azon felül meg nyilván a bitcoin is növekszik, hogyha hosszú távon nézzük. Szóval ez is egy passzív jövedelem forrás, és itt is befektetsz. De itt felhívnám a figyelmet, hogy érdemes amúgy olyan dolgba fektetni, amihez értesz, vagy pedig profi segítséget kérni olyantól, aki ért hozzá. Üm, és, és igen, tehát hogy a havi 1 millió forinthoz ez is hozzá tartozik, hiszen ne csak az idődet add el a pénzért, mert az egy idő után mókuskeréknek fog érződni, meg kiégéshez fog vezetni, meg ha elmész utazni, akkor nem fogsz keresni, és szerintem az több adja ez mennyire rossz már, hogy, hogy közben nem jön a pénz. Szóval én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része, hogy passzív jövedelemforrást alakíts ki. Akkor is, ha csak 100-200-300 ezer egy hónapban, de kezd el kialakítani szépen. És könyörgöm, ne vegyél. Ne garást, ne garást, A következő videóban fogok beszélni arról, hogy milyen passzív jövedelem forrásokat érdemes kialakítani, de egyébként van egy online képzésem is az anyagi függetlenségről, kőkemény valami 3490 forint talán, amit, amit ha gondolod, akkor megvehetsz, szerintem viszonylag jól, elég jól sikerült, hát ez majdnem egy jó marketing szövegrés sikerült. Szóval a lényeg, hogy igen, van róla egy ilyen, egy ilyen online kurzusom, és a következő videóban meg fogok egy picit beszélni arról, hogy szerintem milyen ilyen passzív jövedelemforrásos dolgokat érdemes kialakítani, meg befektetéseket eszközölni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem, hogy tetszett a videó. Bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentben, nagyon szívesen válaszolok rá. Remélem, hogy már következő hónaptól meg tudod csinálni ezt a havi 1 millió forintot, mert nem egy nagy duranás és érdemes jól élni, ha már tudsz jól élni. Erre is van lehetőség szerencsére. Ma már légy szíves, nyomj nekem egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és küld el bármilyen ismerősödnek, barátodnak, szerettednek, hogyha azt gondolod, hogy neki is értéket ad. Köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot kívánok!